Halló, hello, nagyon kellemes szerda estét kívánok mindenkinek. Mindig azt gondolom, hogy egyből fogom tudni, hogy milyen nap van, még akkor is, hogyha minden egyes nap mondom, hogy boldog hétfőt, kellemes keddet, jó szerdát, és egyszerűen ettől függetlenül totálisan elveszítem azt, hogy amúgy valójában tényleg az a nap van, vagy nem az a nap van. Na mindegy, ennyit erről, ennyit az én agyamról, és a képességeimről arról, hogy kövessem a napok egymás utánját. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, szia Lóci, Szájjel, Batidor, Nixi, Kiosi, Ádám, Hucudli, akinek szintén jó játékot kívánok, Nixi, Péter, Jézus Márián, mennyien vagytok, hát már jár nektek egy taps. Atyai, atyai, úgy pörög a cset, imádom, amikor ilyenek vagytok. Hát így kell ezt csinálni, így kell indítani, így pörögjön, pörögjön, olyan gyönyörű, ahogy így nyomjátok, így mennek a kis üzenetek, mindenki aktívan, nyomja. Nagyon jó, nagyon jó. Hölgyeim és uraim, folytatjuk a mai este folyamán az Ori and the, nem a Blind Forest, hanem a második rész, a Will of the Wisps. Szóval azt, a második rész, az Ori 2-t, elképesztő, hihetetlen, legendás ugrálások, harcok, és remélhetőleg zéró kiégések lesznek a mai este folyamán. Nagyon fontos info, aki esetleg a Discordot nem figyeli, vagy nem követi, minden esetre ugye az utóbbi időben némi változtatás volt a Discordon, és annak az egyik utolsó akkordja közé, nyilván nem vagyok teljesen kész mindennel, de az egyik fő akkord, mint olyan, az egyik új értesítő, az tegnap este sikerült beállítani, működésre bírni, és a mai nap már a VOD csatornán lévő videókról a VOD értesítőbe ő ki is posztolta magától, úgyhogy én boldog vagyok, hogy ezt sikerült összehozni, hogy működik. Ez egy jó hír, ennél több nem kell a boldogsághoz nekem, így a mai napra. Nagyon szépen köszönöm amúgy mindenkinek itt a követéseket is. Roblox Week, Lucia Jones, Bencu, No Tiger és mindenki másnak, akit esetleg kiadtam volna, annak elnézést. Üdvít mindenkinek, köszönöm szépen, hogy kegyetlenül szívecskézitek meg eme csatornát, törünk föl, mint a talajvíz, mint a magyar forint, erősödünk, érted? Csak aztán nehogy megbukjunk. Nos, én nem is húzom tovább az időt, le is járt egyrészt a felvezető zene, ennyit engedett a stúdió, hogy beszéljek önön magamról és a körülményekről, a tettekről, arról, hogy mi történt az elmúlt másfél napban, de mielőtt még kikapcsolnám a zenét és áttérnénk a játékra, engedjétek meg, hogy Nixinek megköszönjem ezt a csodálatos 100 csírt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást, Nixi! Bontsál valami nagyon finomat az én egészségemre, ennyit tudok mondani, én meg majd, ha te egészségedre bontok valamit, hogyha végeztem a streammel, leginkább a agyamat kibontom valószínűleg. Szóval, hölgyeim és uraim, Ori, a beállításokra menjél, Xbox, az Orit indítsad el, úgy, szóval pörögjen az Ori, and the Will of the Wisps, és Ádám. Itt vagyok, csak a zenét már vissza akartam keverni, de hölgyeim és uraim, Ádámnak is engedjétek meg, hogy megköszönjem ezt a csodálatos 100-as csírt. Hát nyomjátok fölfelé, már mindjárt ott van a hype vonat, beindulásra készen, 4 perc van hátra, meg kell tolni. Én azt hallottam, hogy most nagyon megéri. Mielőtt azt hinnétek, hogy megint elállította magát a játék, nem, de az A betű megnyomása után csodálatos magyarra átváltva... Némi bugot vélek felfedezni az értesítések tájékán, de nagyon-nagyon kellemes volt. Mindeközben pedig Tasmán Ördög, nagyon-nagyon szépen köszönöm a Petrának ajándékozott szubot, ezzel beindítván eme kiváló... Yesum Pepi, szóval ezt a kiváló vonatot, pörgessétek a vonatot, csúcsú, meg minden. Köszönöm szépen, mehetnek a hype-ok, a giftemóták, a spamelése, ilyenkor tudjátok, meg szoktuk tolni, hogy... spamelődjön ezekkel a csodálatos emótokkal a chat. Nyomjátok. Bontottam a csirkés ezredes sajtos tésztás szendvicsét, kérsz. Ez jó hangzik amúgy, jó étvágyat kívánok. Nos, a szakértők véleményét és a zsűri véleményét fogjuk kérni arra, hogy merre is kell nekem tovább menni. Ott van van kurzor, tényleg. Szóval ide kell jönnünk a láb őrizője missziót csinálni, ez egyelőre az egyetlen feladat, ami igazából vár ránk, úgyhogy hát, hogy én milyen csodálatos helyen mentettem, hát jár a taps a streamernek, én erre nem is emlékeztem. Szia Petra közben.
Szóval, hogy pont itt lementettem, és mennünk kell tovább emel irányba. Hát nincs más hátra, mint a hátra, meg ami előre van. Arra fölfelé is lehet menni. Úgyhogy megyünk arra. Melyik gombbal volt? Ezzel a gombbal volt a... Csimota kilövése. Csimota kilövése, és a gyárva nyúlnak. Köszönöm szépen a 100-as csírt. Ha már inspiráltak a költésre. Én mindig inspirálok mindenkit a költésre. Mármint nem. Például van ez a Forspoken nevezetű videója. Na, hőte? Hát szóval, hogy alapvetően beszéljük már újra, hogy it's very big! Aha. De nem az a gomb amúgy, amit keresel. Aha, ezt hogy adod elő? Várj. Ez heal. Hát... Lehet, hogy így. Nem kapja. Én viszont annál inkább. Jó. Kicsit immédiás rés kezdjük itt a videót. Játékot. Nem nagyon engedett megmozdulni. Nem tudok átugrani kis testin. Hoppá. Rakjuk. Ő is megrakott. Jó, most már látom, mit kell csinálni. Na, jó. Beleugrani a tűzbe. Áó, de ne menj bele! Ja, bakkere visszaállította. Na, te hülye vagy. Martin. Ne legyen hülye. Vigyázz, köp a szemét! Még egyszer. Csezd meg, át akartam alatt a slisszani. De most... Aha. Jó, koncentráción. Hopp! Oh. Shit! Így. Vigyázz, fordul! Hú! Igen. Jó, so far so good. Hopp! Csíp! Áó! Belementem. Ez ellen mit csinálok? Mert belelök a mindenbe. Az ellen mit kéne csinálnunk vajon? Amúgy jók vagyok. Ó, de hogy lehetek ennyire hülye, hogy beleugrok? Közben szép estét mindenkinek! Hello, hello! Aha, itt meg kell várni meg... De ne rökjél már bele, test! Jó, ugorj még egyet, azaz. Hé, az kamu! Az is kamu! Na, hát ez így... Finoman szólva halálgyanús. Persze, pláne ha nem jó irányba forgok. Jó, ezt engedjük el még egyszer. Várjatok, mert át kéne állítanom, nem így kell, itt kell. Azt kéne átállítanom, hogy ez legyen a bén, és ez legyen a így. Nem, mint hogyha lenne időm. De ne menj bele, hülye csi! Wow. Jó, hát ez rossz try, mondjuk úgy. Oké, na ezt kéne valahogy sokáig csinálni. Az egy nagy szemétség volt, igenis átértem volna. Miért nem ugrottál most? Rohadj meg! Csalik! Fixen csalik a játék. Jön! Jó, semmi gond. Bazzek. De... Jó,
rohaljunk meg. Jó, újra, újra. Ez egy kicsit erősen indul ez a stream, nem tudtam, hogy ez itt egy boss fight-tal fogunk egyből így beleugrani a buliba, de nem baj, megoldjuk. Amúgy a Forspoken nekem bejön, bár a kritikákat is megértem, és valahol jogos, de amúgy imádom, csak játszani nem tudom. Nincsen ezzel semmi gond, mindenki maga ítélje meg, hogy mi az, ami neki tetszik. A kritikák, meg érdemes nézni, hogy ki az, aki a kritikát írja, és annak a szavára adni, akit hitelesnek titulál az ember, hogy így mondjam. Ez kamu... takarodj! Fúj! De miért nem enged ilyenkor át így csinoszani? Vannak gondjaim. Énekelni kell, akkor minden jobb. Kapom. De miért ugrok? Olyan hülye vagyok. Nem kell ott ugrani. Az egy kamu. Miért dodge? Miért kaptam damage-en? Az egy mocskos nagy csalás, amikor nem érsz át a testének a fele túloldalára és visszarak. Az egy elég nagy szemétség. Tehát, hogyha nem tudok átdodzsolni ezzel a move-val ugye a teste alatt, akkor fogja és visszarok lök elé, és akkor még egy damage-et kapok. Szóval egy kicsit unfair-nek érzem. Persze, mondjuk ha én a kalapácsot nyomtam, nem a dodge-ot, de semmi baj, jó, kis haverom. Persze, hogy eltalál. Ilyenkor én ölöm meg magam direkt, mert esélytelen, meg semmi értelme nincsen. De ez milyen kezdés már? Takarodj már! Fú, gyerekek! Megint miért kapok damage-et? Fú, de fel fog idegesíteni az első 10 percre. Miért csinálja? Ezt könyörgöm. Miért? Agyvérzésem. Ez agyvérzés. Gyerekek. Mik ezek a indokolatlan dodge-ol nekem itt a játék?
Gyere, köpjél te személy! Nem, ez a tüzes. Haló? Elnézést. Maga jön. Jó, fél HP-re bementünk. Már fél win. Főleg az én skillemmel. Főleg így hideg testre. Nem is voltam itt a játékban még, ezt már egyből boss fight, értem? Ez olyan, mint amikor full szárad... Na, nyugi. Be kell melegíteni, gyerekek, sosem szabad egyből telibe nyomni. Jó, egy ugrás. Még egy ugrás. Nem jó irányba dodge-ol a streamer, mert hülye. Nem jó irányba dodzsoltál megint, te hülye, bocsánat, elnézést. Kikloffolva. Mondtam én, hogy énekelni kell, nagyon szép estét mindenkinek. Szentséges Habakuk, hát beindítottuk ezt a mai adást. Jó, ennyit volt, eddig voltam ideges, mostantól meg lehet nyugodni. Ha! Jó. Jesus Christ. Megraktuk a bogarat, ki lett palacsintázva. Gyönyörű volt. Az éneklésen múlt amúgy az egész. Én mondom nektek. Nem is tudtam, hogy szoktál énekelni. Hát figyelj, igazából a Font Trap családi kórusba szoktam nyomni. Csak... Várjál, mert ezt köpik ez a személy. Várjál, mert nekem ehhez az egész bulihoz lehet, hogy kellene egy ilyen. Nem így. Közepesen rossz. Kapta? Hát az jövő karácsonyra fogom lesebezni, ha így folytatjuk. De még nincsen az a képességem, hogy tudok ugrani az izéről. Most akkor... Jött, le kéne ütni ezt az izét. Úgy, értelek. Amúgy a zenéről jut eszembe, hölgyek urak, hogy elkezdtek kiszivárogni olyan szempontból idézőjelben az információk egy bizonyos Hogwarts Legacy című videójátékról, miszerint a vártnál jobban sikerült. Úgyhogy fingers crossed, én nem nézek most már semmit róla. Február 7-e. Jó? Az a fix, ezt tudom ígérni, ezt tudom mondani. 10-én jelenik meg a játék. Tehát mi meg 7-én fogunk vele játszani. Te? Na, ennek fényében nekem azért álltam itt meg, mert tele van a hógatyám, vagy meg a nadrágom, hogy fogok itt átugrani. Mondom nektek így.
Igen, és azért jó, hogy ide átugrottam, mert... Hát ezek fixen az én halálomat akarják ki. Nagyon város, nagyon város. Igen. Az éneklés nekem is beszokott válni, ugye, Szájjel? Jó. De ezt... Hogyan? Hát... Mondanám, hogy direkt volt, de ez baromi undorító nagy hazugság lenne. Tehát én ezt mondanám, hogy e-sport skill-lel, de nem. Szia, Panka, hello. Csige! Köpik a csige! Hú! Vigyázz! Jó, meghalt a csige. Azaz. Megtüskeztük a csigét. Ajtó. Nyíj ki! Az már nem nyílik. Nem fog kinyílni, igaz? Nem. Geronimo! Ott van egy fa. Ú, csak nem a izét kapjuk meg végre, a cuccról ugrálósos best cuccot ever. Fényt a streamerre! Fény! Csapás! Szertettel egy új képességgel, tartsd lenyomva az LB gombot, lámpások, lövedékek, vagy ellenségek közelében is célozz az ugráshoz. A lövedékek irányt változtatnak. Ezt kaptuk meg, de most ezúttal más gombkiosztásra rakta nekünk a játék. Annyira szépen néz ki ez a fa, de komolyan, hát hogy nézhet ki valami ilyen szépen? Eltűnök a képernyőről, hogy ne rondítsam el konkrétan a videójátékot. Annyira gyönyörű. Egy szemét tud lenni a játék, de gyönyörű. Meg tud szivatni, de azt szépséggel teszi. Értitek? Meg sem merek mottani, annyira szép. Nézd meg. Na itt vagyok. Szóval a lámpásoknál így tudunk ilyet előadni mostantól, és akkor így fogunk tudni tovább menni. Szia, Necro, nagyon szép. A tudás fája kicsiben, így van. Én a kutya fáját ismerem, de az egy teljesen más szerintem. Na, ez probléma is. Pont a csontba! Francba pedig elég jól csináltuk. Nem elég magas, nem elég magas. Ahó. Baby, ez az baby. Elrontottam a timingot. Én oda föl akarok menni. Hogyan lehetséges ezt vajon előadni? Elég távolinak tűnik nekem ez a kis cucc, amit ő kilő itt így magából. Ahhoz, hogy fel tudjunk odaugrani. Valahogy ide, ahol van a kilövő, pont itt most a kameraképnél, tehát ugye itt így jön kifelé. Na úgy, szóval befejeztem. Szóval, hogy amellett itt van ez a kis kavics. Annak a kavicsnak a jobb oldalára kéne valahogy felmennünk, hogy utána fel tudjunk ideugrani. Szerintem. De ez csak egy ilyen elgondolás az én részemről, ami vagy jó, vagy nagyon nem, de valószínűleg
Majdnem így. Hűj! Ne esd le, ne esd le. Csimota. Ez az, jó. I'm almost good. És mi van, ha megpróbálok így? Aha! Úristen, úristen, de jó vagy, Mónika! Tényleg nem is mondtátok, hogy kép-hang minden rendben van, itt az ügyeletes visszajelzőik, jelzőim nem szóltak. Minden esetre találtunk egy ilyen cellabigyót, ízeit. Zsizsi, feljöttünk ide, úgyhogy Zsizsi. Ugyanezzel a taktikával kéne oda felmennünk, hölgyeim és uraim. És akkor az ő köpetével kell majd fölmennünk. Itt. Ide. És akkor ő köpik a szemét, mint a TV Maci, ugye? És akkor tudunk egy ilyet csinálni, hogy hopp. Hüha. De mondjuk ez egy extra dolog volt, lefelé kell menni. Jó, szép, szép, ügyes a streamer. Néha vannak jó megmozdulásai is. Gyönyörű, gyönyörű! Most, hogy így mondod, se kép, se hang. Ja, persze, persze. Akkor nem hallottad, hogy mit mondtam, akkor honnan tudod, hogy mire kell válaszolni. Ja, mert felvételről megy az egész. Szia, bocik, jó estét neked is. Azt mondja, a hallgatag erdő felé kéne nekünk menni, nagy tisztelettel, mert hogy ott vár minket az a feladat és cél, ami irányában megyünk. Slagy, slagy, slagy. Hatalmas gombákok, erdei gombák vannak itt, hölgyeim és uraim. Ne tessenek begombázni. Jaj, de jól néz ki már megint. Tényleg már. Egy gonosz krokodil. Valaki belepukkizott a vízbe. Nagyon bugyburügy. Szellem az én lápomban! Szóval a Mokinknak igazuk volt, el akartam hinni, de már olyan rég volt. Kolok vagyok, és szívesen látlak a lápomon, kaparóság. Szia! A Mokik azt mondják, a barátodat keresed, a baglyocskát. Messze keleten zuhant le. Messze? Te szent Habakuk, és ő honnan tudja? Honnan? Hello! Szegényki, a hallgatag erdő fogja most. Ó, mi szomorú. Ó, ahol már nincsen. Jeez. Egykor a mögöttem lévő vízi út vezetett oda, de most a vizek túl vadak. Van azonban más mód a gyógyforrásba nyugaton. Egy hatalmas vízimalom áll némán. Igen, azt mondták, hogy az már régóta nem azok. Ha újra mozgásba hoznád kerekeit, a vizek megtisztulnának. Nem, veled mennék, de a Mokiknak szükségük van rám, viszont adhatok neked valamit. Csak ne egy csókot, bárha egy szilánkját az ősi fénynek, ami e vadont egykor bevilágította. Oké. Okay. Kísérjen veszélyes utadon. Én vagyok az erdő hangja. Rég nem láttam már a fajtádat. Ez olyan kis lény, mint ami az egybe jött velünk, gondolom.
és rég volt már, hogy elhagytam a mocsarat, de azért igyekszem. A gyógyforrásnak a segítségre van szüksége. Most menj a gyógyforráshoz, és tanítsd meg vizeit újra folyni. Értettem, ó nagy főnök, értettem. Oké, a néma őrlőfogakhoz, tehát a malomhoz kell mennünk, hogy megtisztítsuk a lápnak a vizeit. Jó? Ennyi a feladat, hölgyeim és uraim, ez a mai cél, oda el kell jutni. Kész. Köszönöm szépen, kérem kapcsolja ki. Meghallgattuk az erdő hangját. És meg megszereztük leginkább. És találkoztunk kvalokkal, meg mindenféle dolog történt. Meg dolgok, ugye? És tudunk még dumcsizni vele? Hatalmas kerekeim nem forognak a gyógyforrás malmának. Így van, néma. Javítsd ki a baját, hogy a vizek újra folyhassanak. Azt jól láttam, hogy azt mutatta, hogy igen. Amúgy egy kicsit a Chimota úgy néz ki, mint a Lilo és Stitchből a Stitch. Nem emlékszem a Lilo és Stitchre, de most, hogy mondod, amúgy valami rémlik. Amúgy mennyire rohadt jól néz ki ez a Breka. Na jó. Egy mázlink van, nem kellett megcsókolni a Brekit. Mondjuk, ha Anadi Armas-szá változik, azon meglepődnék. Jó? Akkor ezt most írjátok meg, hogyha megcsókoljuk, akkor Anadi Armas lesz-e belőle, mert akkor bizony... akkor azt kell csinálni. Na de kaptunk itt mi valami cuccot. Mit kaptunk mi? Valami szikrácsot. Következő szint, 2 életcellát ad. Aha, hát ez nagyon jó. Atya ég. Na, állj. Tehát itt mutatja a fán, hogy mennyi életerőnk van az egyik irányba, ugye az energiát meg a másik irányba. Ez itt az agyarhoz kapcsolódó mellékküldetés, amit az előző streamben megcsináltunk. Tehát ergo ez itt mind, ezek itt mellékküldetések lesznek? Ne válaszolj, hangosan költői kérdésként tettem föl ezt, és csak hangosan agyalok a videójáték kapcsán. Elmémet próbálom pallírozni és mozgatni. Na, hát vissza kell mennünk, akkor ennek örömére, hogy eljöttünk ide, mehetünk vissza. Vagy majd, ha majd tudunk a vízbe menni, akkor alul a vízbe lehet menni, vagy majd gondolom át lehet menni a béka mögött is. De nekünk most a feladatunk, hogy vissza kell jutnunk a malomhoz, amit láttunk. Csak ugye most már kaptunk képességeket, amik a haladásunkat valószínűleg segítik. Hát előre, hátra, meg jobbra, meg balra. Jó, jump. Shit. Le. Nem így terveztem, de így is lehet. Igen, ott vannak a mókik. Ők most meghúzták azt az izét. Ah, és akkor az kinyílt ott fönt, és arra kell akkor mennünk. Zseniális. Így is mondanánk, hogy gyöhönyöhű. Na de várjál is ott föl. Na, a moszkitós néni kérem. Néha egész jó megmozdulásaim is tudnak lenni. Hup-hup. Utálom a moszkitót. Kapta. Egyik irány, másik irány, egyik irány, dead, jó. Hű, mondjuk HP-m az egy kicsit lement, de minden oké. És akkor nekünk most erre fölfelé kell mennünk.
Mert hogy azt nyitották ott ki. Aha, viszont várjál, van egy ilyen cucci. Nem egészen így. Hanem így. Gyönyörű volt, gyönyörű. Szia, Moki. Te nem Moki vagy, azt látom. A fülei túl lifegősek. Azt akkor mi van? Nekem ilyen is kész. Beszól, érted, hogy nem olyan vagyok, mint a többiek. Ez a lényeg. Én észre összekem dolgokat, mint például ezt a térképet, amit találtam. Ó, de jó fej vagy, add ide. Odaadnám Lupónak, a térképésznek, de már így is van neki elég. Ez lehetne a... tollasé. Állítólag szerette a térképeket, talán ez is tetszene neki. Odaadnám neki, láttam odafent a gyógyforrás tisztásnál. Köszcsi! Lúgy! Rajz, találtam egy új küldetéstárgyat, egy szaggatott vonalat és egy X jelet mutat. Aha, tehát térképütt. Ez egy térkép, de oda kell adnunk. Ez egy mellékküldetés. Hova kell elvinnem a mellékküldetést, hölgyeim és uraim? Ez a fő küldetésünk vonala. Hát gondolom... Hát azt mondta, mit mondott? Hogy a tisztás, a gyógyizénél egy tollas illetőnek kell odaadni. Keresd meg, akinek a rajz szól. Jutalmul 3 kérdőjelet kapunk. Oké. Okay. Mellékküldetési zon. Na várjál, mert ott van egy ilyen... Kristaletta. Úristen. Rengeteg IQ. Oh baby! So good. So good. Hú! Azt hittem, hogy nem lesz jó. Aha, és akkor most? Így. Nagyon jó. Köpik a szemét. Azaz. Köpjél még egyet? Mondom, még egyet köpjél, légy szíves. Úgy. Hú. És hol? Hé, ki döntötte el a falamat? Nem én voltam. Fixen nem én. Na most várjál. Gyere át, hagyd nézzelek meg közelebbről. Jajaj. Jövök, órák kérdése. Amennyire ügyes platformer vagyok, lehet, hogy még a mai nap odaérek. Gyógyforrás tisztás, hölgyeim és uraim, ahol vagyunk. Az ott egy... Egy maki! Nyugodjunk meg. Csumi! Ha várjál, itt ilyen, de tüzesz. A talaj, tüzesz. Azt mondta, hogy jöjjek ide, hogy dumtunk. Nem toknak kéne odaadnunk a térképet? Hé, egy széttört a kút. Úristen, de gyönyörű a zene, te atya úristen. Aj, ez a téma, az gyönyörű. Wow. Na, beszélgessünk Grommal. Nem mertem remélni, hogy igazak a pletykák, de itt vagy. Nivent újra meglátogatta egy szellem. A falamat egy-kettőre elintézted, úgy fest nem megy már olyan jól az építkezés, mint valaha. Igazából csak túl jó vagyok az a hely. Ígéretet tettem egy menedéket, hogy menedéket biztosítok a romlás elől. Ez a tisztás számít rám szellem. De érc nélkül attól tartok, cserben fogom hagyni őket. A szükséges anyagokat átrahagy. Mikor a népem a bányába menekült. A kellő készletek nélkül a menedék talán, vagy talán, igen, meg sem fog valósulni. Aha, azt mondja, némi Gorlek érccel igazi menedékét eltem a tisztás. Na, és akkor erre való az az érc, amit felszedtünk, amiből már 4 darab van nekem. És akkor ebből azt mondja, hozza rendbe a szellemkutat, amit itt mondtam, hogy el van törve, az egy darabba kerül, hogy megcsinálja.
szúrós szituáció. A tekergő indák elég bosszantóak, én mondom, némi segítséggel meg tudnék szabadulni tőlük, és biztonságosabbá tehetném a tisztest mindenki számára. De ez is de jó kis ötlet amúgy, ezt meg is vásároljuk. És akkor ő megjavítja a kutat. Mindjárt neki is fogok most, hogy újra építkezek, ismét igazi gorleknek nevezhetem magam. Kevés igazi gorlek maradt. Légy óvatos, ha valaki olyat látsz, mint én. Nem minden testvérem menekült meg a romlás elől. Ó, oké. És akkor ő most megjavítja a kutat, oda néz. Mint a Minecraftban, néhány ütésre meggyógyul. Mielőtt otthoniakat elnyelte volna a homok, a szellemek már látták a lehetőséget a gorlek értben. Eltűntek, mielőtt kipróbálhatták volna, mit építettünk belőle, de most visszatértél, mindez megváltozhat. De most hogy? Visszatértél, mindez megváltozhat. Akarsz segíteni még egy projektben? Én segítenék, tetyám, de adjál már kölcsön, nem engedsz egy valamennyit a feléből? Tehát, hogy még 2,5 adok ezért, ami 5-be kerül. De tudod mit? Tudod mit? Én engedek, legyen 3. Na? Akkor nem. Jobb előre gondolkodni, mint utólag bánkódni, nem igaz? Hát ezt mondom én is. A tisztás újraélesztése, új mellékküldetés. Tehát ezek szerint ez egy komplett mellékküldetés szál, hogy itt a teljes izét visszaépítsük. De jó. Jó. És akkor itt tudunk menteni most már. Játékállás elmentve. Csodálatos. Csodálatos. Kút, beszer, gösz. Ott állsz a kútba. Nagyon szép, büszke vagyok. Büszkeségtől dagadó kebellel ülök itt most. Jó. Beszéljünk Topkkal, lehet, hogy neki kell odaadni. Annak mi híra? Mondd, miféle papíros az nálad? Squark? Azok a csodás pontozott vonalak, az a merész X. Ez egy kincses térkép. Elcserére mérte Vándor tarisznyámat. Valami azt súgja, nagyobb zsákra lesz szükségem. Oké, neki kell odaadnunk a cuccost. Kapunk egy Vándor tarisznyát, tartalom küldetés tárgyat, apró, de hasznos kalandozáshoz. Kézből kézbe küldetés frissítve. Keresd a... Ki? Mi? Igen. Azt mondja, hogy... Tok adott neked egy Vándor övtáskát. Remek kis hordozó eszköz kis kalandorok számára. Keresd egy kalandra vágyót, akinek kis táskára lehet szüksége. Chat? Kinek kell egy kis táska? Nehéz szó összetétel. Főleg, hogyha már kiszáradt az ember szája, meg összeragad az ember szája, úgyhogy én iszok, ti meg írjátok meg, hogy kinek mehet a táska. Na jól láttam, ez ilyen fila táska volt. Valamelyik mókinak gondolom amúgy. Amúgy itt fönt ott lehetne valamit csinálni. Itt van valami lúti-lúti, és vissza tudunk menni ahhoz a mókihoz is, elvileg. Hoppá! El tudok itt ugrani vajon? Oda. Ez egy nem. Nagyját tüzesz a szárkány. Jó, beszélgessünk Offerrel. Halló! Én ezt ismerem! Hogy hívják már? Mondjátok már a majmot az oroszlán királyból. Ez ő. Ez fix info. Hát azt a Disney be fog perelni, engem fog beperelni. Nem is a játék készítőit, hanem engem. Jesus. Szia Feri, hello, hello. Hasit-hasit kapunk. Rafikinek hívják? Soha nem jegyeztem meg a nevét. Rafiki. Aha. De hát ez ő. Na üdvözletem. Azt mondja, látom, eljutottál a tisztásra, szellem. Gondolom, a gyógyforrás felé még nem vezetett az utad. Hát még nem. Állítólag van arra egy könyvtár, ami felkeltette az érdeklődésemet. Talán én is felfedező útra megyek. Talán ott találkozunk. Akarod csiszolni a képességeidet? Hogy a viharos péknek a pömpölőjében? Mit viccelsz, bolondozol? Azt mondja, hogy őrszem, energiát használ, szellemgömböt idézel, ami magától támad, nem? 30 darab XP hiányzik, hogy tudjam fejleszteni
így a sokkoló csapást, a szemcsapásra végrehajtott zúzó támadások lökés hullámot idéznek elő. Több is. Nagy erejű fénylágyzsát dombsz nagy mennyiségű energiát használ, elpusztítja az ingatag talajt. This one? Gyors utazás. Válasz ki szellem kutat a térképen, és térugorjál oda bárhonnan. Bárhonnan lehet teleportálni. Wow! Wow! Hát az nagyon menő. A hétfői React Stream után még itt is muszáj leszek megnézni az Oroszlán Királyt, még nem láttad. Hát ez olyan házi feladat, mint nekem egy háromrészes filmet megnézni. Háromrészes, Feri, amit beszéltünk, amit nem láttam? Vagy nem emlékszem rá, hogy láttam, vagy mi volt? Azt mondja, hogy lobbanás. Energiát használsz, legalább lombodja közeli ellenséget. Szellemcsillag. Eldobsz egy csillagot. Ez ilyen shurikeno, no shurikeno, ami visszatér hozzád. Aha. Én lehet, hogy gyűjtögetnék erre. Nagyon jó ez a kalapácsos, és azt föl lehetne fejleszteni 1200-re, és ez csak 30-ra van. Gyűjtögessünk. Maradj éber szellem. Oké. Okay. Adsz egy kávét. Na most visszamegyünk valamelyik Mokihoz, oda lentre. Tehát kinek kellhet a kis táska? Hol volt még ilyen Móki? Volt egy, aki... Volt egy, akinek segítettünk. Az hol volt? Vagy az már eltűnt? Ja nem, az bátor... Szókolt bátor volt, neki egy agyarat kellett vinni. Az talán ő volt? Nem emlékszem, de lehet, hogy nem itt, majd lehet, hogy tovább kell menni. Na jó, menjünk akkor, oda fölnéznék még szét amúgy. Igen. Aha. Ugye mellettel fentebb vagyunk, és várjál csak. Szia, konyász, hello, srácok, meg is van a pénz a dulva fejlesztésre, úgyhogy az vissza is jövök. Figyú, találtam a földön egy kis aprót. Add már ide eztet. Na, csumi. Jesszusom, hát konyász, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 27. hónap Prime feliratkozásodat. Köszönöm szépen a támogatás pörögének, a hype-okat, a minden. Köszi. Hát ez a legjobban megérős mindenkinek is. Véges a tudás, amit megtaníthatok neked. Végtére is nem taníthatom meg, amit nem tudok. Gyönyörű. Srácok, én nem taníthatom meg nektek azt, amit nem tudok. Ki az a Coelho, ugye? És miért adott el annyi könyvet, amikor itt ilyen tudást lehet szerezni? Hát gyerekek, nyugodtan hívjatok mobilon, bármikor segítek, mármint ne hívjál mobilon, nem kell, még visszavárja, visszaszívó. De hallottam egy helyről, ahol van még tudás, ősi szellemtudás. A bejárat állítólag mindenki előtt zárva, csak legfigyelmesebbek számára nem. Sok szerencsét. Új szóbeszéd. Ó, megállj, gyerek. Oszt oda, hogy menjek oda? Ráadásul ott ugye van egy fa is. Ott. Tehát oda azért is lenne érdemes oda elmenni, mert gondolom akkor tudunk ide bemenni a fához, és akkor elő tudjuk adni a tömör gyönyört. Na most itt emlékeim szerint ide kellett ez a kapaszkodós, kilövősös képesség, hogy tovább lehessen menni. Ergo, lehet, hogy most ide már el tudnánk menni, de még... Kezd sok lenni ez, gyerekek. Túl sok minden, túl sok helyen, túl sok. Nagyon sok, nagyon. Egy energiacella szilánk is ott van. Jó, megállj, gyerek, ott egy újabb pletyka. Sötétvízlápon Kovar külegének bejárat a közelében szentélyt található állítólag. És az a másik, az mi? Az ott a szentély. Aha. Szentély. Ja nem, az... Mindig összekeverem ezeket. Jó, megvan a fejlesztés, úgyhogy boldogság, mint olyan, boldogság.
mehetünk tovább vissza arra. Aztán majd, én nem tudom, valahogy rájövünk, hogy mit, meg merre, meg hogy, meg amúgy is. Nem bele kell ugrani, de Geronimo. Jó. Tok. Itt egy mentés, és akkor menjünk tovább. 4%? Az a teljes? Vagy a... A teljes végigjátszásunk 4%-on áll? Nem, az a mellékküldetésnek a izéje. Mert itt írja ezt a néma örlőfogak a Kerminál, az 0%-on áll. Na, azt mondja, hogy az a terület százaléka, aha. Jó, mi menjünk erre tovább balra szerintem. Hé, ott van. Ja, az az a tüske ott fönt, amit ki tud takarítani elvileg akkor. Jó, van még itt valaki amúgy? Aha, neki ott van ilyen táskája, nem kell egy táska? Nagy utat tettem meg a disztásig, paradicsomi itt a mókiknak. A családom szeret majd itt élni, csak nincs saját otthonunk. A Grom nevű Gorlek ismeri az építkezés csinyát-binyát, ő talán segítene nekünk? Biztosan. Beszéljünk Grommal a ház építéséről. Jó. Grom, júj! Na cső, figyú! Huskuta! Alig hiszem el, mióta elhagytuk az otthonunkat, nem is láttam Gorlek ércet. Köszönöm, Szellem. Újra ilyen anyagból építkezi. Nos, mostantól újra Gorleknek nevezhetem magam. Megtartom az ígéretem, a tisztás mindenkinek menedéket nyújt majd, távol a romlástól és az égi árnyéktól. Némi Gorlek ércsel igazi menedékét eltem a bázist. Igen, na most várjál, aha. Tehát 4 ilyen ércbe kerülne nekünk megépíteni ezt az épületjavítást, hogy akkor gondolom be tudna ízni. Tehát találnunk kéne egy ilyen ércet. Jó. Térkép. És hogyha most oda megyek a kis Mókihoz, akivel találkoztunk, és közlöm neki, hogy adjon egy ércet, és akkor lesz lakás. Ezt olcsón megúszta, nem? Fél, még nincs pénzem megcsinálni neked a cuccot, haverom. Twillen. Visszatér ügyfél, mindig öröm az ilyesmi. Egyre hangosabban mondogatják a nevedet, és sok nevet hallottam már az utazásaim során, tudod? A nevekkel fénylő szilánkokat és áthaladási engedélyt lehet vásárolni. Egyformán hasznosak, igen. De szilánkjaim fényesebben ragyognak a közeledben. Talán a te nevedre is érdemes emlékezni. Ehhez azonban valami emlékezeteset kell tenned. Szeretnéd finomítani a szellem szilánkjaid? De persze. Ja, de nincs pénzem. Ha-ha, bocs. Na, kocső. És már mehet? Mert még itt is van egy móki. Oh, hello! Azért jöttem ide a mocsárból, mert azt hallottam, hogy ez a tisztes gyönyörű hely. Jól hallottad. Tényleg szép, de olyan fény van itt, nem úgy, mint az én félhomályos mocsaramba. Ezért bújok árnyékba. Ha lenne olyan vicces kalapom, mint az ott, de nincs. Mint az ott? Mármint, hogy... Mint amilyen twinnek van? Vagy twillinnek? Hát de... Oh, hát igen, ezt most... Ez is egy mellékületés akar most lenni? Kézről. Aja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 j
De ő nem fog adni most izét. Nem adja oda a sapkáját, nem? Fejlesztések, szilánkok, meg tettek. Jó. Itt van egy úgynevezetes motai. Na cső! El sem hiszem, egy igazi szellem. Nagyon dumálós itt ez a rész, nagyon dumálós. Igen. Közelről kisebbek vagytok, mint gondoltam, de olyan fényes vagy. Mert mosakszom. Én jobban szeretek beolvadni, nem biztonságos odakint, de szerencsére minden lépésedet figyeltem. Micsoda? Hát ez egy navol... Mármint, hogy...
az ilyen mondatok miatt kerülök majd rohadt nagy barba. Egyszer, az biztos. Persze, csak hogy lássam, biztonságban vagy. Szeretnéd látni a feljegyzéseimet? Hogyne? Wow, mit történtél? Ő a trekking elő. Tehát 3 óra 53 perc alatt 8%-ot hallottunk. Összesen 42-ször haltunk meg, fix, hogy ez kamu, mert nulla. Tehát ez egyértelmű, szia Santoro, tehát ez nulla, tehát ez... Jó, talán 2, max, jó? Ez zárva van, ellenségek okozta halálok, környezet okozta halálok, még rendszerezi is, hogy mi hogy. Hát ez hülye. Na jó, hamarosan találkozunk, remélem, nem? Jó.